Hogy miért generálta sorra a Google Woke intelligenciája a történelmileg full kamu képeket? A második világháborús színesbőrű és ázsiai német katonákat, Amerika alapítóit, a színesbőrű vikingeket, ja, meg az indiai és nőpápát. Hát, mert a Googlenek sikerült a belső szabályzatát kiterjeszteni a világra. Téged is átnevelne, mint a dolgozóit. Mint kb. Minden amerikai multi és egyetem, a Google is aktívan alkalmazza a DEI-t. Tudjátok, az a kódex, ami eredetileg az egyenlőség célozta, ma pedig nem szól másról, mint kvótákról, legyen az nemi vagy származási. Erről a Google egyik volt vezető dolgozója beszélt, aki szerint a Google AI által legenerált képek nem véletlen bakik voltak, hanem a cég igazi arca. Az erőltetett kvóták például sokszor azt eredményezik, hogy fiatal és tapasztalat nélküli, de kisebbségi dolgozókat vesznek fel olyan pozíciókra, ahol egy fehér férfitől több éves tapasztalatot várnak el. Hát ez nekem mindennek hangzik, csak egyenlőségnek nem.